Sziasztok! Ha ezt időm egyszer beszámolok róla, hogy milyen, mert már egy picit gurultam vele, de így összefoglalnám. Ugye jött az új bringa, Cube Ettain Pro Disc, szóval Cube Ettain Pro Disc kerékpár. Azt hiszed, csak bele kell rakni a kereket, meg a kormányt és kész. Nem. Igazából semmi nincs beállítva, meghúzva, összerakva, csak úgy össze van pakolva. Szóval lapra szerelt a kerékpár, amikor megveszed. Nekem az első kerék az iszonyatosan lógott, talán fél centit is, szóval az már úgy adta magát, hogy ott a kerékcsapágy állítás az jött. Ja, hogy így van, nem fordítva a szoba. Na, aztán hátsó kereket akkor már megnéztem, szerencsére, mert az meg szorosra volt húzva, hogy ropogtak a golyók. De azt is beállítottam. Na, akkor az összes csavar, ami el lehet képzelni a kerékpáron, az nem volt meghúzva. Nyomatékkal, szóval a hajtókar, a váltó tartó csavarok, a váltó bovden fixáló csavarok. A váltók nem voltak beállítva, ugye az ülés egyértelműen nem volt meghúzva és beállítva, az oké, okay, meg a kormány sem, de a kormánycsapágyom is lógott egy centit, úgyhogy azon is kellett állítani. Aztán a fékeken is. Szóval nem tudom, valamit kihagytam. Most jön a poén, mert ugye most mi, mert ugye pedál nélkül érkezik, azt is te rakod bele. Szóval végül is teljesen szét és össze kell szerelni a kerékpárt, amire jó lesz, és a fék betét beállításokat is meg kellett csinálni, az se volt beállítva. Most még a hátsó, az első váltót ezt tegnap beállítottam, mert az se volt, és a hátsó váltót is mutatom, hogy az sincs beállítva. Szóval beállították úgy, hogy ezt kitekerték, ennyire, amennyire majdnem kiesett, és akkor úgy jó volt, szóval lehetett vele váltani. Elől meg ugye sehol nem tudott tekerni, csak itt, azt is kitekerték, úgyhogy már ropogott szét, és akkor épp, hogy lehetett vele váltani, de a nagytányérnál, nagytányér kicsi, szóval 50, mennyi ez 50 per 11-en, ott beleért az elejébe, szóval azt most beállítottam úgy, hogy az vissza van tekerve. Ugye a Bogdan az csak nyúlani fog, és majd akkor tudok rajta itt még állítani, hogy még kijebb jöjjön, ha kell. A hátulja viszont nem itt lett eltekergetve, hanem ezt tekerték ki, annyira lehessen váltani, hogy most azt csinálom, hogy föllazítom és húzok rajt, hogy ez már egy pici mozdít, úgy kell beállítani ugye a váltó Bogdan feszességet, hogy épp, hogy egy pici kar mozdulatra már mozduljon a váltó, szóval ez itt feszüljön, ha így meghúzod, akkor már, vagy akárhol, ha itt, na itt tudod meghúzni, itt, ez itt ne legyen. Ugye a hagyományos kerékpáron itt hozzáférsz mind a kettőhöz, és ott meg tudod húzni, hát itt ez burkolt, hogy a hátsó, vagy az első váltót nem lehet. Na de mutatok egy poént közben. Tegnap itt váltóállítás közben vettem észre, hogy forgásirány gumi van persze egy ilyen kerékpárom. Ugye a kerék erre forog, az úgy egyértelmű. És látod a rotation-t. Szóval még a gumit is fordítva rakták fel a kis cselesek. De úgyis veszek rá komolyabb gumit, hogy ezzel most nem játszunk, mert száraz időben ezt a pár kilométert ezt leguruljuk fordítva. Aztán ezeket a gumikat úgyis elrakjuk tarcsiba, mert komolyabb gumin akarok menni. És akkor a hátsó váltóállítás jöhet. Szóval föl kéne lazítani. 5-ös Grimbus. 5. Igen, és annyira meg kéne húzni, hogy feszüljön valamivel, és úgy visszahúzni a csavart. Először picit, mert hát ha túlhúztam, csak nem tudok rajta engedni. Mert most ugye ez teljesen betekert állapotban, egy nagyon picit legyen laza. Talán itt tetszik is, mert így azért már ezt nem tudod nyomkodni. Ezen még azért tudsz ennyit így lazán húzni, és itt is teljesen betekert állapotban vagyunk, de most ha megmozdítom a kart, csak egyszerűen nem látjátok. Hát, ennyit kellett mozdítani, hogy mozduljon, ennyi, így ennyi, nem, annyit nem, itt már, itt mozog, itt már mozdul, látod, na így a jó, szerintem. Most az is teljesen be van tekerve, és itt is, mert a Bogdan az úgyis csak nyúlani fog. Rövidebb nem lesz, ugye?
nagyon picit még húzok rajt, akkor ki lehessen próbálni. Aztán majd utána meghúzzuk, ugye nyomatékkulcsra először 3-mal, aztán 5-tel. Hova tettem le a szemüvegem, azt itt van, az nélkül nem látok. Mondjuk egy 3-mal én ezt bemerem kockáztatni, na most meghúzom. Csak meg kell fogni a váltót. 3-mal már azért működik. És azért nagyon picit lazára hagytam, hogy majd ezen tudjak kiebb tekerni, hogy jó legyen, mondjuk 2-t, 3-at, 4-et. Most a jó. Mert most, ahogy ezt mozdítom, itt már mozog, itt, ahogy húzod, már mozdul, szóval így a jó. Ugye próbáljuk végig a sebességeket. Elő a nagy tányéron. Na, váltogassunk bele. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, és lefelé is szépen jön. Végigment. Egyet váltasz föl, akkor kell megnézni, hogy hol áll. És úgy kell, hogy egyet ugye egy nagy karral egyet fölváltva megnézed egyszer, hogy hol áll, és megnézed a következőre váltást, meg a visszaváltást, és arra állítod a, vagy ezzel, vagy amelyik szimpatikus, de majd útközben úgyis ezzel fogom tudni ereszteni, nyújtani. Most én ezt úgy látom, hogy jó helyre teszi a láncot, mert ahova teszi a láncot, az pont a két fogaskerék között van. Ugye lehet látni. Ja, még adok már fény. Igen, ez pont jó helyen van. Mert se azt nem súrolja, se a kicsit nem. Majdnem egy kicsit fölváltó irányba van, úgyhogy lejjebb kell tekerni egyet. Mert ha egy picit rányulsz a karra és zajosodik, akkor jó. Már úgy értem, hogy tekersz, és így rányulsz egy picit, és annyira megemeli, hogy elkezd körrögni, az a jó. De amikor nem nyúlsz rá karra, akkor nem körrög, az a jó. Na nézzük. Hát, van tudja, mert... És a teljes az 3. Lefelé fontos. Picit emelhetne többet. Ugye most a másodikról a harmadikra váltok, és ott lehet látni, hogy picit emelhetne többet. Szóval még beljebb legyen a... Látod, hogy a lánc és a lánckerék hogyan áll. Még kitekerek egyet. 2-t. Na most hogy állunk? Most lesz a jó. Most, vagy még most sem. Még most is lehet kijebb tekerni. Még 2-t. Ez még így hagyján. Most ez nincs teljesen kitekerve. Csak egy fordulatnyit. És most már jó helyen állunk. Nézzük a váltásokat. Nem akarja ledobni, akkor beljöttek elünk valamit.